élet vizének. Valaki mondja meg, a hosszú évek miért tűnnek úgy, mint egy pillanat? Valaki mondja meg, mi az, hogy elmúlt? Valaki mondja meg, hol maradt? Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Viziterápia 178. részét látják. Mostani témánk jelképek, egyenruhák és az ezekhez köthető történelmi események, korok, történetek. És ki is lehetne más a mostani vendégem, mint Lengyel István műgyűjtő barátom, aki elképesztő mennyiségű katonai relikviával, öltözékkel, egyenruhák, jelképek, mindenféle tárgyakkal rendelkezik, és meg is lepett bennünket, hiszen magát egy orosz ezredest köszönthetünk itt a stúdióban, de a viccet félretérve, kedves István, köszöntelek a stúdióban, és mondd el a nézőknek, hogy hát mit is látunk rajtad, hogy is nézel te most ki? Nagy szeretettel köszöntöm én is a nézőket, téged is, Pistikém, köszönöm, hogy meghívtál. Hát per pillanat az egy gyűjteményem, egyenruha gyűjteményem egyik darabját vettem magamra. Ez egy orosz ezredesi ünnepi egyenruha, amit annak idején még az oroszok itt voltak, a kivonulás előtt még akkor nem volt annyira szó a kivonulásról. A Rafik itt a szomszédos laktanyába, itt volt fogorvos. Hát bejárt annak idején a csipkébe, mert épp a csipkét csináltam, és akkor hát megboltoltuk vele az egyenruháját, ami pontosan jó rám. Utána azt jöttek még, ugye voltak törzsvendégek, és akkor azoktól próbáltam kitüntetéseket szerezni. Hát ez ugye egy az, hogy leköti az embert, másik az, hogy gyönyörködtet, harmadik már a történelemnek egy része. Tehát én nem azért húztam föl, hogy én valamivel is egyetértök itt az oroszokkal, vagy nem értök egyet. Ez történelmünknek tényleg egy jó 50 éves, hogy hívják, fejezete, ami befejeződött, elmentek, de én meg itt maradtam, mint orosz. Sokszor szokták is mondani, ha úgy baráti körbe elmegyek egyenruhába, hogy nézd ott meg egy orosz, itt maradt. A baráti körbe föl szoktam húzni különböző egyenruhákat, hát ennek az orosz egyenruhának nagy sikere van mindig, mert hát azért van egy-két barátom, aki Németországból jön haza, van egy-két barátom, aki itt van és egész végig szitta a kommunizmust, meg minden, meg az oroszokat, és amikor most meglát engem, tudod, a baráti körbe, akkor meg csókolgat, mint Krisztus a vargát, érted? Tehát persze, ez így szokott lenni, érted? Tehát de minden esetre mindig sikerem van, mindig nagy sikerem van, hát bármelyiket. Az biztos, hogy egy feltűnő jelenség vagy, amikor ezt felhúzod. A nézőknek azért szeretném megjegyezni, hiszen nagyon fontos, hogy az itt látható, meg általában egyébként is bármilyen jelképet mutatunk, vagy te magad is, amiket mutogatsz, ezek nem jelentik azt, hogy mi bármilyen ideológiával egyetértenénk. Ez szigorúan a gyűjtemény, így a hobbi része. Ez így igaz, természetesen. Hoztam neked, kérlek szépen, Pistikém, egy orosz harckocsit, ez egy T-54-es harckocsi. Ezt annak idején a határőr laktanya parancsnoka, Dudás ezredes úr kapta itt a szomszédban lévő volt kerékpáros laktanyában az orosz parancsnoktól, kapta ajándékba a hadsereg napja alkalmából. Hát hál' Istennek ezt is meg tudtam szerezni. Amaszt hogy hívják, egy radar, szintén orosz radarkocsi, azt is kapta a Dudás ezredes úr, de azt viszont a Szegedi úti laktanyába az oroszoktól, szintén az orosz parancsnoktól. Hát gondolom kölcsönösen hoztak nekik ajándékot, mink általában azért bort meg pálinkát vittük ki, a Dudás ezredes úr, vagy elvtárs, bocsánat, Dudás ezredes elvtárs elmondása alapján ő ilyen ajándékokat nem vitt, hanem inkább pálinkát, mert annak jobban örültek. Arról az időkre azért mesélj már egy kicsit, mert az érdekel engem is, de hát ha a kedves nézőket is érdekli. Igen, hát ez valóban így volt. Hát mondom, én szerencsés helyzetben voltam, mert vendéglátásban együtt csináltam hogy hívják itt a kicsi csárdát, ami most a Jókai utcában, ez ugye közel van a laktanyához. Ide kijártak a tisztek feleségek, mert ott a meleg étel is volt annak idején, úgy hívták kicsi csárdát. Közel volt az orosz laktanya. Közel volt az orosz laktanya, így van.
és meg a csipkébe is bejártak, azt is ugye együtt csináltam a kettőt, és a következő kérlek szépen, hogy természetes, ezektől mindent meg lehet ötvenni, kivéve a tört. Valahogy önállók, én nem tudom, hogy miért, a tör az olyan szent és értetetlen volt, hogy az valami fantasztikus. Mindent eladtak, még egy kocsit is, hogy harckocsit, csak minden, a tör az maradjon. Benzint, úgy leengedte a benzint, kérlek szépen az autóból, azt mondta, csak annyi maradjon benne, hogy beérjenek a laktanyám. Fantasztikus. Meg szerettem, tudod, a munkatempót, kérlek szépen. Hát fölültek a vagonba, amikor szenet raktak, érted? 8-10 katona, érted, a vagon tetejére, ugye a NDK-ból, nem Németország, Német Demokratikus Köztársaságból jött az a gyönyörű pogácsa, fényes, fekete szén, nagyon drága szén volt már akkor is. És ezek fölültek ott 10-15-en a vagon tetejére, egyesével dobálták ilyen teherautónak. Na hát ugye, amikor meghallottuk, érted, nem csak én, hanem azért itt halasan egy-két ember meghallotta, hogy az oroszok kaptak szenet, több vagon szenet kaptak. Akkor gyorsan kimentünk az állomásra, és mindjárt ott a parancsnok, ki a parancsnok, stb. Hát általában ilyen zászlós, törzsőrmester, főtörzsőrmester, ilyenek voltak kint velük, és akkor mindjárt beszéltük velük, nem lehetne egy kocsival. Hogy ne lehetne, érted, a restibe bementünk, egy fél deci, vagy egy deci pálinka, egy sör, utána mögül a pálinkák az 4-5 volt, de a sörből alig fogyott egy deci ki, csak mindig mögöblítette magát. Csak az ízé. Csak az íze miatt, így van. Hát ez fantasztikus dolog volt. Érted? És már meg is volt a bót, kérlek. Ja, meg a gyerekeknek egy-egy doboz cigaretta. Érted, hogy azok sem mondják el, hogy ő mit tudja, bótot. És még Balotaszálláson laktak az anyósomékért, még oda is vittünk szeret, érted? Tehát nem volt probléma. Én nekem volt olyan szerencsém, hogy Vitáli, ez a Szovjetunió különleges ügyosztályának alezredese volt. És az igazolványába bele volt írva oroszul, az egyik oldalt, másik oldalt magyarul. Hogy Vitáli a szovjet különleges ügyosztály alezredese, bárkit előállíthat és igazoltathat. Fegyverviselésre jogosult, és én személyesen olvastam ezt. És kérlek szépen, ez is egy jó kis barát volt, érted, meg mit. Én szerettem őket, nézve, begyűjtek a vendégről, fizettek, érted, én is fizettem nekik, ha láttam valami bótot, vagy mit tudom, én hoztak egy-két csillagot, érted, kaptak egy sört, vagy egy pálinkát. Na, ugye, hogy viszont... Fel is csillagoztak rá. Természetesen, otthon is rengeteg van. Nem baj, de ez érték lesz bármikor. És a következő, kérlek szépen, hát természetesen ők is visszahívtak a laktanyába. Hát itt is bementünk a tiszti kantinba, itt a kerékpáros laktanyába. Ezekkel voltam inkább jobb viszonyban, mert ugye itt voltam közel a vendéglővel. És kérlek szépen a Vitáli, gyere azt mondja, fölmegyünk, mögiszunk egy sört. Tehát ugye abban az időben azért általában egy sör, vagy mit tudom én, ismertek a rendőrök, nem igen bántottak, érted? Nem úgy, mint most, érted, hogy hú, ha észrevennék, biztos, hogy még a kocsit is elvennék, érted? Nem csak a jogosítványt. Na mindegy. És a következő szituáció, hát fölmentünk a tiszti kantinba, érted? Ó, hát ott a nagy haverok, mindenki, szervusz, daró, velje, így, úgy, érted? Na mindegy. És kérlek szépen, hát, hogy ittunk, enni is köllött, érted? És volt nekik ilyen füstölt haluk. Hát nagyon-nagyon, meg volt ruszli. Én szeretem a halat, én ruszlit is szerettem, meg minden. Hát szenzációs volt, kérlek szépen, mindjárt hoztak, hogy nagy tányérra, meg minden érte, mert tiszt feleségük voltak, kérlek szépen, a kantinosok. És kérlek szépen, hát nagy ögyünk, ezek ötték, és akkor hoztak paradicsomot egészbe, savanyítva, érted? De azt úgy fogták, óvatosan, tudod, mert piros paradicsom volt, óvatosan, hogy szétesse, érted, mert máshogy szétlottyant a kedvükben, na mindegy. És akkor meghallottak, kész, azt már ittak tovább. De olyan savanyú volt, érted, tiszta ecet volt. Na jó ízűen öttek ott, érted, hát mondom, én is összök üssek, kavics, érted. Hát most figyelj, bekaptam én azt a halat, érted, egy jó falatot. Azt a mindenit neki, te kérzed, de nyers hal volt, érted. Az olyan ecetes volt, kérlek szépen, hogy így a egyik luktól másik lukig, érted, liftözött a szám, ezt szemet járjátok. Na nagy nehezen azért lenyeltem, érted, azt ittunk rá egyet, érted.
Hát azt, én akkor azt mondtam is, hogy az orosz vendéglátásban nekem éppen elég volt. Szenzációs. Na jó, de legalább lehetett rá inni. Hogy? Na arra azt lehetett érted, mert az a tizedik sörnél is érted, még érzed az egyszer. Az ízi tehetett, fantasztikus volt. Hát nagyon, érted, akkor harci sisakot lehetett tőlük kapni, érted. Tehát ezeknek minden fogyóeszköz volt, meg mit tudom én. Hát volt mindenük. Mindenük volt, ezeknek mindenük volt. És ez a harci sisak, amikor egyszer adott ez a Vitali, ez egy nagyon fajintos sárc volt, mert mindig azt mondta, németül beszélt angolul, hát ugye természetesen oroszul, mivel orosz volt, és a következő... Több nyelven beszéltek a tisztek? Igen, vagy csak ez a különleges ügy, aztán, hát ez nagyobb parancsnok volt, mint az itteni laktanya parancsnok, érted? Tehát ez úgy hidd el nekem, hogy ahogy mondom, hogy hát ha ő azt mondta, hogy ez a parancsnok kérlek szépen mit tudom, nem alkalmas politikailag, akkor menesztették. Tehát ez egy nagyon nagy, hát politikai tiszt volt magyarul. És kérlek szépen, hogy hívják? Mondom, angolul, németül, oroszul, meg magyarul. De magyarul úgy beszélt, hogy azt mondta, hogy herceg, csak akkor mondani, ha ketten vagyunk. Amúgy én nem tudom mondani. Jó van, mondom, hát az a tédó. És kérlek szépen, mások előtt nem szabad volt, hogy tehát csak négy szem köz. Mert igen, mert ő gondolom úgy vette le a fülest, érted? Hogy nem tudták, hogy ő tud magyarul, nem volt itt a taktika, rafináltak voltak. Tehát eladta azt, hogy nem tud magyarul. Persze, és akkor én nélkül. Közben én mindent érted, hát én jó, hát így lehet gyűjteni az neki, infót. Igen, adtam neki kérlek szépen akkor még videomagnók voltak, egy Grundig színes tévét, érted, meg hát egy kis szexfilmet tudott, hát az nagyon szerették, érted. És képzeld el egy olyan jó év múlva, jött a Vitali éjszaka verte az ajtót, kérlek szépen, hogy herceg, gyere, hoztam neked valamit. És akkor visszahozta a videómagnót, a színes tévét, akkor kérlek szépen a kazettákat, érted? Azt mondta, áthelyeztek kérlek szépen Afganisztánba. Húha. Azt a betyárját. És megbeszéltük, megígértük egymásnak, hogy keresni fogjuk egymást, meg stb. Tartjuk a barátságot. Hát azóta ő nem írt én nélkül, nem tudom, hogy mi lett vele, hogy történt-e vele valami. Tehát akkor végül is nem sikerült a kapcsolatot fönntartani? Nem. Mm-hmm. De ugyanúgy a Rafikkal se, a fogorvossal se, azzal. Az egy csengenővel kérlek szépen 8 fogamat vetem, érted? Ezt mindig mutatta, hogy nézd meg, ez Swiss az injekciót, érted, hogy beadott, érted? Minden Swiss volt, érted? Mert azt nagyon szerették, gondolom, a Swiss-eseket, érted? Hát igen, és akkor visszatérve érted erre a harci sisakra, érted, mindig eszembe jutott, amikor emlegette, hogy hozzak még harci sisakra, nem kell nélkül, ne hozzá én nélkül, egy dekács, elég, van én nélkül, van egy juhazom, kérlek szépen, abban van betéve, úgyhogy ott van emléknek, érted, hogy ha már orosz autó, akkor ügyön benne az ízés. És ja, kérlek, az azt is tőlük szerezted? Azt nem, azt vártam. De lehet, hogy tőlük maradt itt, mert 60-as évjáratú, de nagyon tip-top rendben van. Egyszerűen majd lefényképezed, azt majd megmutatjuk. És a következő szituáció, eszembe jutott érted erre a harci sisakról, hogy amikor én sorkatona voltam, 68-ban, kérlek, 68-69, és a két évig, és a következő szituációval kérlek szépen. Volt egy alezredes, nem tudom már nevét, az ilyen vegyvédelmi főnök volt a laktanyában. És akkor nekünk, mint kis katonáknak, vegyvédelmi előadást tartott, érted? Azt mondta, hogy atomrobbanás előtt, vagy atomrobbanás után, azonnal nem szabad belenézni a villanásba, hasra kell feküdni, befogni a szemünket, meg mit tudom, így érted, meg mi. És akkor mondta, hogy ha majd vége lesz a villanásnak, meg a szél elment fölöttünk, érted, utána nem szabad majd a tehénnek a tejbű inni, meg mit tudom, mert ott mögöszi a rádióaktívas füvet, azt akkor azt meg. Majd megisszuk, azt meghalunk tőle. Hát ha akkor nem haltunk meg, érted, a atomrobbanásra, utána már lehetett volna inni tejet is. Na minden, elég az hozzá. Mondta, hogy van-e valakinek valami kérdése, hogy megjegyezni valója. Hát ezt én hülye még azt hittem, mert ő is viccelődött, azt hittem, hogy lehet viccelni. Mondom, természetes, mondom. Azt mondja, hogy na, akkor mondja meg, mit csinál maga, azt mondja, atomvillanásra.
Hát mondom, lekapom a csapkával a páncélt, és akkor nehogy a nyakamba folyjon érde. Hát most figyelj, 2 hét laktanya fogságot kaptam érte. Azt a mindenit neki mondani. Hát ez nem lehet viccelni. Hát ő is viccelt velem, érted? Akkor, nyilván nem volt humorérzéke. Nem volt, valószínű. Érted? Meg nem egyforma rangban voltunk, tudod én. Sorkatona voltam, ők a lezzenős. Hát mindegy. Most meg látod, ezzenős vagyok. Most ünik, külön tisztelögni nekünk. Hát most ő menne 2 hétre. Hát ez ilyen bicikli. Édes jó Istenem! Tehát azért sok minden eszébe jut az ember, hát ez szenzációs, érted? Akkor és egyébként tudtak inni frankon? Ó, minden, ezt jegyezd meg. A Kádár rendszerbe kérlek szépen, katonatiszt, rendőr, munkásőr, finánc, akkor mi volt még? Fegyőr, a határőr, stb. Ezek mind érted? A tisztek, érted, úri módon ittak, érted, de nem rúgtak be, hát volt 1-2, érted, amelyik... De nem... úri módon sokat azért. Úri módon azért elég sokat ittak. És akkor volt olyan, érted, a lovas laktanyában volt, kérlek szépen, egy, a szakiba járt fő, én akkor ott a szakit csináltam, és kérlek szépen, egy, hát törzsőrmester volt, mert mindig egy ideig főtörzsőrmester, utána visszafokozták törzsőrmesterre, érted. És mégis utána mindig visszaszerezte, visszaszerezte. Elvesztette. És a szerencsétlen itt halt meg a sóstónál, érted, elütöttek, volt neki egy babettája, nem is babettája, komárja volt neki, és kérlek szépen, valahogy hirtelen kanyarodott, az úgy az autó, azt elütötte szögényt. Szögényt sajnálom, na mindig. És az olyan ivó volt, érted, hogy fönt a kantinban ugye följártak a szakiba, följártak kérlek szépen a rendőrök, a katonák, határőrök, stb. És akkor mondták neki, hogy te vigyázz, mert jön a parancsnok, aki mindig lefokozni, nem akarom a nevét mondani. Itt van a izé, nehogy meglássa, hogy iszó. Érted, úgy, hát cseszögették, tudod? Azt akkor képzeld el, hát már annyira izé volt, hogy befogta a szövét, úgy itt a fénycit. Hát, hogy ne lássák. Hát, hogy ne lássák. Hát te, az élmény volt a csáv. Te volt, rengeteg, édes jó Istenem. Kérlek, édes Istenem. Hát élmény volt, érted, de akkor jutott is rá, érted, meg hogy mondom neked, hogy hát azért, nézve, mindenki dolgozott, mert nem volt ott munkanélkül senki se. És a másik pedig azt kérlek szépen, hogy hát ledolgozták a 8 órát, érted, hát átjöttek, érted, ittak egyet, azt akkor kész kalapkampó, azt mentek tovább. Gondolom, érted. Meséltek jó történeteket. Hó, de voltak ott, hát persze, hát ott volt jó történet is, meg rossz történet is, hát persze, hát minden. Mennyi idő volt nekik a katonaság annak idején? Hát 2 év, én nekem 2 év volt. De ő nekik? Már az oroszoknak? Az oroszokra 5 év. Ja igen, 5 év. 5 év. 5 év volt, kérlek szépen. És volt, aki a teljes 5 évet itt töltötte le? Hát hogyne, hát volt, aki nem mehetett haza, de azért 1-2 azért hazamehetett, tehát azért általában hazamehetett. Most figyelj, ott egész más szituáció volt az orosz laktanyán belül, mint a magyar laktanyán. Hát magyar laktanyában, amikor közlekedtél, ha jött egy tiszt, bármi, ha egy őrvezető, ugye az volt az első rang, érted, annak is tiszt, sőt az öreg honvédnak is tisztelegni kellett, érted, a laktanyában. Ha egyedül mentél, érted, nem csoportba, érted, nem sorba, ez. És kérlek szépen, ezeknél úgy volt, hogy röggel tisztelgött, egész nap utána nem kellett. Nem kellett állandóan kapálózni a kézzel. De az biztos, hogyha mit tudom én, ha olyan valamit csinált az orosz katona, a tiszt újtságbe rúgta, érted, ahogy illött, érted. Tehát nem volt náluk ilyen probléma. Ha valaki mögszökött, érted, az biztos, hogy élve nem fogták el. Húha. Az biztos, az bekerítették, érted. Azt mondták, hogy ezért tűzharcba meghalt, megsebesült. Itt is volt halason 1 vagy 2, akit ismer, tehát úgy mondom, hogy akiről hallottam, hogy az is lelőtték, tehát érted, tehát nem igen fogták. Tehát volt egy bizonyos szintű szabadság a laktanyán belül így de van. Ha megszökött, akkor az életébe került. Így van, és tehát ha jól viselted magad, meg mit tudom én, tehát azért eléggé kötetlen volt nekik a bent is, hogy hívják, elmentek a harckocsit, bütykölték, fölültek rá, fütyüréztek, stb. Hát ott is volt öreg katona, meg újonc, meg fiatal, meg mit tudom én, hát ott is meg volt ez a kasztrendszer, érted, hogy az öreg az csak öreg katona volt. És akkor, hogy hívják, érted? És kérlek szépen, hogy mondom neked,
hogy az elütötték az időt, és volt jutalom is nekik. Ugye voltak itt, hát általában azért 5 év alatt egyszer-kétszer hazamehetett, érted? Vagy évente, vagy én nem tudom, hogy pontosan, hát, akkor nem értek hozzá. Nem sűrű, nem. Hát de azt számoljuk, én Kalucsán voltam katona, kilegzőben 5-ször voltam itt, hát azért nem kapkodták el azt se. Kimaradásról sok szó voltam, tudod, de úgy eltávra. De úgy eltávra. Igen, nem nagyon szorgalmazták ezt az eltávot. Mondjuk akkor volt nagyon a cseszkó helyzet is. Nagyon szerettek téged ott, és nem akartak elengedni. Igen, hát én voltam, hát én elmentem, meg összedűt a laktanya, kérlek. Hát én persze, hát egyértelmű. Kérlek, nagyon-nagyon jó, hogy hívják volna. Hát a helyzet az, hogy rettenetesen gyorsan telik az idő, pedig ezt örömmel hallgatnánk, de még lesz mit hallgatni, ugyanis hoztál egy pár dolgot, akkor nehogy elröpüljön a műsor, de mesélj róluk valamit. Van itt egy ilyen, amit meg is mutatok a kedves nézőknek. Ezt azért általában nagyobb emberek kapták, nagyobb beosztású emberek, azt a kisebbeket azt meg lehetett vásárolni. Azt a kisebb emberek kapták. A úgynevezett vasfüggöny lebontása alkalmával, a drótkerítésnek egy darabja ott van, le van viaszpecsételve és ólom pecsét is van rajta. És hát ezt azért... És van egy sorszám is, ugye? Sorszámozottak, igen, meg hogy hívják. Igen, akkor körül már beszéltünk, akkor hoztam képeslapokat. A Brezsnyev utolsó időszakában, amikor már a mikrofonon keresztül kapta az oxigént, érted, meg hátulról támasztották, hogy ne dőljön el szögénként, na mindegy, mint az Eiffel-torony. És a következő, kérlek szépen, hogy hívják, hogy akkor már ezek is átvették, kérlek szépen, ezt a nyugati stílust. Amerikában ugye meg a nyugaton azért voltak ilyen pornóújságok, meg szexújságok, meg mit tudom én, meg képeslapok, meg stb. Na most hoztam érted egy jó párat, tudtam még annak ezeket idején. Ezeket majd mutatjuk szörözni, így a kedves nézőknek, és akkor közben mondjuk, kérlek szépen, hogy hívják, oda, hogy egy kicsit szabadábbá tették a lányoknak a melkasukat. Hát az öltözékük egy kicsit lengébb volt. Igen, lengébb volt. Így szabályosan így mondjuk, hogy lengébb volt, így van. Hát édes jó Isten. Hát igen, így. Mert a képeslapok tényleg azt tükrözik, hogy egy kis vidámságot vigyenek be mondjuk az orosz katonák életébe. Igen, hát gondolom, hogy ezeket ők is lapozgatták, érted, mert hogy mondom, hogy mink, ugye tudtunk, öreg katonák magazinja, azt nem tudom, ismerted-e? Öreg katonák magazinja. Sejtem, hogy lehet-e konkrétan nem. Ez egy osztrák szexújság volt, és kérlek szépen, hát ezt, hogy adtuk kézzünk kézre, érted, ó, édes Istenem. Hát persze, azért huncut volt ez a világ, érted, mert tényleg azért 2 év azért hosszú volt, tudod? Hát de az orosz katonáknak az 5 év az pláne. Az 5 év még hosszabb, igen. Akkor voltak például ilyenek, hogy úttörő, meg kisdobos avatás, akkor kivitték az orosz katonák, az kötötte föl az úttörő nyakkendőt, tudod? Hú, de nagy dolog volt az, érted? A szegény úttörő, érted? Úgy meg volt lepődve, érted, az orosz katonák. De akkor nem csak a tisztek jöttek el a kantinodba meg, és a többi, hanem jöttek azért a katonák is, a kis katonák. Hát a kis katonák, hát azt nem igen. Nem jöhettek úgy? Nem megálltak kint a hogy hívják előtt, a vendéglő előtt, érted? Vagy a kocsma előtt, érted? És akkor hogy hívják? Persze úgy lehet, hogy csencsölni nekik, hogy na jó, hát de persze. Miért nem mehettek? Nem mehettek be. Nem. Az eltávok során sem mehettek el de egy vendéglátóintézménybe? Kimentek a vasútállomásra, azt fölültek a vonatra. Ja. A hálókocsiba, azt mentek hazafelé. Nem, úgy egyedül akkor, nem. Akkor kimenőre gondoltam, nem is rosszul nem mondtam. Volt kimenő, ja, nem csoportos volt kimenő volt. Csoportos kimenő igen. Volt. Kérlek szépen, hogy hívják? A tiszt helyettesek, azok is kevésbé, de azok azért kijártak meg. Tudod, főleg itt ez a kis, hogy hívják, volt de meg a tiszti kantinjuk. A kicsi csárda az volt nekik egy törzshelyük, meg a vasúton a resti, az utasellátó. Mert ugye ottan dolgozgattak, érted, akkor beszöktek, érted, ittak egy kicsit. Uh-huh. Persze, hát meg ezeknek nem volt úgy ellátva, hogy itt mennyi forintjuk lett volna. Tisztek azért kaptak forintot, gondolom én, mert hát azért tudtak költeni. Vagy bizniciőtek, adtak el, nem valamit. Tudom. Igen, hát igen. Hát ugye annak idején én is vettem tőlük a rubelt, tudod, tehát azért ilyen is volt. Orvosok, tehetősebb emberek, ilyen vállalatigazgatók, meg vártitkárok, meg mit voltak, amikor mentek ki Szovjetunióba, ilyen, hogy hívják, ilyen
meg Szocsiba jártak, meg mit tudom én, hogy hova az oroszokhoz, tudod, ilyen, vagy repülővel mentek ki, érted, meg mit tudom én. Akkor kellett akkor a Rubel. Kellett a Rubel, tudod, és akkor szóltak, hogy hercegem, szörözd már egy kis Rubelt, nekem mennyi kellene? Hát itt 100 elég lesz. 100 Rubel az akkora pénz volt, érted, hogy nagyon nagy pénz volt. Kiventél 100 Rubel, mint amikor a németek hazajöttek annak idején 1000 márkával, érted? Jaj, volt a császár. Hát akkor ő volt a császár, így van, így van. Jó. Igen, én kérlek szépen a németeknek egy drekkójé, kérlek szépen, vagy megvacsoráztattam, érted? Persze, a lányokat elvitték egy kicsit, érted? Azok meg kaptak, mit tudom, egy nejlonharisnyát, érted? És ez el volt intézve, nem volt itt a barter. A biznicőtek, érted, kész. Ki milyen volt, azt adott, érted? Akkor beszéljünk egy kicsit az öltözékekről, ugye? Mondtad, hogy van neked sokféle. Igen, erről van szó. Milyenek vannak még? Amerikai tengerészgyalogos egyenruhám van német egyenruhám, Allgemeine, akkor van kérlek szépen rendőr, határőr, honvéd, munkásőr, akkor milyen flotillás egyenruhám van. Persze, hát ezek, azt hiszem mindent elsoroltam, gondolom én, nem tudom, hogy mi... De nem mindegyik pont olyan, ami rád illik, tehát ugye nem tud őket felhúzni, nem, vagy azért van olyan... Igen, valamelyik nagy rám, valamelyik kicsi, érted, persze. Például az amerikai tengerészgyalogos, azt nagyon szerettem volna fölvenni, mindig azzal is egy kicsit úgy hódítani. Megmutatni magad. De igen, de hát az egyik felem elég csak, érted, olyan kis, hogy hívják, nem tudom miért. Azok, amik most úgy csilingelnek rajtad, igen, ezek végül is milyen kitüntetések? Ó, kérlek szépen, ez egy Lenin rend. Ez kérlek szépen, Szovjetunió hőse, vörös zászló érdemrend, ez a barátság, ez nagyon-nagyon, ez nagyon, hogy hívják, nagyon kevesen kapták, érted? Ez diplomaták, meg ilyeneket kapták. Hát van itt a munka érdemrend, akkor itt a háborús, hogy hívjákok, hogy ez mind ezüst, érted? Tehát ez a kitüntetés például a győzelem. Ilyenek kaptam, mint Churchill, akkor az orosz tábornokai, akkor kérlek akkor ez szépen, egy nagyon magas rangú ez, igen, kitüntetés. És az benne a poén, hogy ezt, amikor meghalt valaki, még a Churchill is, vissza kellett adni, a Szovjet Múzeumban van betéve, tehát nem örökre kapták. Bizony, hát ez, én olvastam róla, és ez csak a haláláig volt nála? Nála, igen, és utána visszakerült a Szovjet, hogy ez a Churchillnek a... Akkor sokáig legyen nálad. Sokáig legyen. Ez, kérlek szépen, ez nem eredeti, ez egy viselési példány, ezt úgy hívják, hogy visel. Bár eredeti lenne, akkor kérlek, nem is csicsörögnénk már itt, érted? Szóba se állnál velünk. Hát, akkor már annyi pénzem lenne, kérlek szépen, hogy az orosz kiskülel bújni az egyenruhából, megtömhetném pénzzel, érted, elkötném nadrágot. De figyelj, te nagyon-nagyon sok hőstettet hajtottál végre, hogy ezek ennyi szerint kitüntetésed van. Igen, hát mutatom mindenkinek, hogy nem akárki vagyok, érted. Persze, most képzeld el, hogy néztem volna. De a kantinba sokat kellett azért dolgozni. Igen, én, mint herceg, érted, képzeld, csak egy csillagom volna, érted, de hát ha már gyűlök, akkor Pistikém, akkor rendesen, hogy hagyirigyködjenek, érted? Persze, igen, hát ez igen. Az is jó, érted? Így, hát meg így jártak az emberek akkor, érted? Május 1-e, április 4-e, meg október 7-e, érted? Hát ez akkora, vagy november, bocsánat, november 7-e, hát akkor ez akkora ünnep volt, érted? Mindenki fő volt, öltözve, virágozva, érted? Úgy csörömpőtek, mint a hétfene. Hát ez tehát az itteni nagy, komoly beosztású tisztek is felöltöztek, amikor valami ünnepség volt, és meg voltak hívva. Az orvosok például a kórházba, érted, meg voltak hívva, ott csináltak egy ünnepséget, vacsora, ivás, övés. Hogy hívják, a laktanyában volt valami. Nem mindegy a sorrend, ivás, övés. Övés, így van, úgy van, így van. És akkor kérlek szépen, hogy hívják? Akkor mindig ott voltak, a dísztribűrön ott voltak az oroszok, érted? Tehát ez annélkül nem is lehetett. Uh-huh. Persze, értem. Hát az oroszok nélkül nem lehetett. Oroszok nélkül nem volt ünnep. Így van, nem volt ünnep az ünnep, így uh-huh. van, így van. És utána kérlek szépen, hogy mondom neked, hát ők is visszahívták ezeket a nagy főnököket, gondolom én, mert nem tudok róla, de biztos vagyok benne, hogy ugyanúgy meg voltak hívva ide, érted,
a laktanyaparancsnokok, párt főnökök, meg mit tudom én. Hát persze, hát ezek így működtek. Akkor például volt itt a rendszerváltás, akkor kérlek szépen a laktanyában voltam kantinos. Úgy képzeld el, hogy azokat a szocialista kitüntetéseket zsákszámra, úgy értsd a zsákszámra, hát ilyen 5-10 kilós zsákszámra érted, kiváló határőr, katona, stb. Élenjáró, akkor ilyen, hogy hívják, első osztályú gépkocsi vezető, ez mind érted, összedobálták érted, és vitték ki a szeméttelepre, akkor fényképek érted, amik voltak, meg mit te, markoló kiásott egy gödröt, belehajgálták, érted? Öntötték még valamivel, érted? Klórmésze, vagy mit tudom én mivel. Visszatemették, érted? Addig ott álltak a tisztek. Behozták az őrsöket, számolták föl. Behozták az őrsökről, kérlek szépen, a hűtőket, a stb. Dolgokat, érted? Hogy szeletelőgép, vadonás újak voltak, érted? De krómozott minden, érted? És ott a parancsnok mondta, hogy perjétök szét, azt mondták, mert kiadták parancsba, hogy nehogy biznisz legyen, vagy valakinek is a zsebihöz tapadjon, vagy a rávarják, hogy ő bótolt ezzel, érted? Azt szétvertek mindent, érted, azt vitték a mételepre. Hát az oroszok ügyesebbek voltak, mert előtte elbizniszelték veletek. Az oroszok, igen, elbizniszelték meg, mit tudom. Kedves István, véget ért a műsoridőnk, hogy köszönjek. A legnagyobb sajnálatomra is bízom benne, hogy a nézőink legnagyobb sajnálatára is, de majd egyszer újra folytatjuk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Nagyon-nagyon szívesen, Pistike, legközelebb is alig várom, hogy jöhessek, érted? Mert egy olyan 300 alkalmat gondoltam rád szánok majd, érted? Mert most csak 3 volt, hát meg 100-szorozom, érted? Addig legalább élünk is, meg a másik az, hogy van mit mesélni. Reméljük. Addig... Hát mindig belém folytod a szót, érted? Így van, muszáj. Mikor belelendülnénk. De csak azért, hogy ezt még 100-szor meg tudjuk százszor szorozni. Meg tudjuk ismerni. Így van. Köszönöm szépen. Önöknek, kedves nézőink, a figyelmet köszönöm. Hamarosan újra találkozunk. A viszontlátásra. Aki mondja meg, hogyan kell élnem, apám azt mondta, ne bánts mást. Valaki látta, hogy bántotta.